Na szavaztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb játékos karriermód videóban, és igen, más a hangom, ugyanis új mikrofont használok, remélhetőleg tetszik nektek ez a hang most. Jelezzétek kommentbe, legyetek szívesek. Tudom, hogy meg kell még szokni, de ez marad valószínűleg. Viszont akkor kezdjünk is bele a mai részbe. Első mérkőzésünk hazai pályán lesz a Sunderland csapata ellen. Nem lesz könnyű dolgunk, de nyerhető a mérkőzés. És itt is vagyunk a St. James's Parkban. Jó kis mérkőzésnek nézünk elébe. És ahogy már mondtam, nem lesz könnyű, de megint gólt kéne szerezzünk. Viszont azért az a védelem az ott eléggé kemény lesz Kabullal. Az jó. És ott a gólpassz, úgy van. Wijnaldum pedig beverte gyönyörűen, vagy Wijnaldum, vagy nem tudom, hogy hogy kell ejteni a nevét még mindig. Egyszer mondom így, egyszer meg úgy. Mindegy, megvan a harmadik gólpasszunk is a csapatban. Összességében pedig azt hiszem az ötödik a bajnokságban. 6 gól mellett egész jól teljesítünk eddig, én úgy gondolom. És most is ugye Wijnaldumnak készítettük elő a helyzetet. Vele jó együtt játszani. Az jó labda, be kell lőni. Úgy van. És ez megint Wijnaldum volt, hogyha minden igaz. A második gólpasszunk neki a mérkőzésen. 2-0 az állás. Kaptuk a labdát Haidarától. Betettük Wijnaldumnak, ő pedig nem hibázta el. Nagyon szép támadás, felépítés, meg összjáték, meg minden. Így kell ezt csinálni, gyönyörű a befejezés is. Jules Kabul ellenünk. És a lövés, ott a gól! Gyönyörű. Megint az összjáték, most a gólpaszt Anitától kaptuk. Itt ugye elvették tőlünk a labdát, viszont Jammathoz került, ő átadta Anitának. Mi pedig kaptuk gyönyörűen vissza üresen, és be is fejeztük a támadást. 3-0. Óriási formában játszunk. Ezen a mérkőzésen kiosztottunk 2 gólpasszt, és lőttünk is egy gólt. Íj, hát ez közel volt, pedig nagyon szar lövés lett. Az igen. Hogy lőttük ezt el ilyen fosul, azt nem tudom, de majdnem bement. Kapus azért egy kicsit későn mozdult rá. Sajnos nem ment be. És szabálytalankodtak ellenünk. Jó helyről jöhet a szabadrugás. Tüzeljük rá. Az mekkora védés Panti Limon kapustól. Az igen. Ez nagyon jó. Íj, majdnem elértük. Jó, megint 68 percet kaptunk. Most már kezdünk hozzászokni, hogy mindig 68-at kapunk. Addig jó, amíg nem 69. Na mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy vezetünk 3-0-ra, és mind a 3 gólba elég nagy szerepet vállaltunk. Ugye az első kettőt mi készítettük elő, a harmadikat pedig mi fejeztük be. Úgyhogy óriási mérkőzésünk volt. Teljesen érthető módon az edzőnk nem válogatott be erre a mérkőzésre a Middlesbrough ellen. Szimuláljuk le, remélhetőleg tovább fogunk tudni jutni. Hogyha nem, akkor sincsen nagy probléma, de azért jó jönne a továbbjutás a kupában. 1-1 az állás. Gufran kiadott egy 11-est, az nem jó. Vele amúgy még nem is játszottam nagyon együtt. Wijnaldum egy újabb gólt szerzett, ő nagyon nagy formában van velem együtt. 2-1. 20 perc van vissza, nézzük. 3-0, 3-1, elnézést, Wijnaldum 2-t lőtt megint. Ő is óriási formában van jelenleg. Remélhetőleg ez a forma meg is marad a szezon végéig. Viszont most a volt csapatunk ellen fogunk játszani egy mérkőzést.
remélhetőleg be tudunk majd találni ellenük. Azt nem tudom, hogy hogy kell azt megcsinálni, hogy ne ünnepeljük a gólt, de mindegy, kezdjük el a mérkőzést, aztán győzzük le a Southamptont. És itt is vagyunk a St. Mary's-ben, a Szentek otthonában. Kemény mérkőzés lesz. Ugye tavaly a harmadik helyen végeztünk velük a tabellán, és ugye kiharcoltuk a Bajnokok Ligája indulást. Jelenleg a 12-ek, mi pedig a másodikak vagyunk. Úgyhogy ahol én játszok, az mindig ott van a legjobb ötben, úgy néz ki eddig. Remélhetőleg meg tudjuk majd nyerni a bajnokságot is akár a Newcastle csapatával. A lövés is mellé ment. Nem baj. Megint szépen kijátszottuk az egész támadást. Passzolhattunk volna mondjuk Kabeljának, de odaért volna szerintem a védő. Na mindegy, lesz még lehetőségünk úgyis. Simán elfutunk, nehogy már. De rossz helyre ment az te. Az a gyengébbik láb, az még nagyon szar. Azt valahogy fejleszteni kéne. Jézusom! Stadionbú ki! Ez most ballal megy. Kapufa! Gazzaniga kapus éppen, hogy bele tudott érni. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy gólt lőjünk ellenük. Azt megindulunk és beverjük, figyeld meg. Ott van! 40. gólunk. Muszáj ünnepelni. A gól az gól. És bal külsővel gyönyörű szépen bevertük. Megindított minket Jack Colback. Stephens vagy Stevens, vagy tudja tököm, hogy kell mondani. Lefutottuk. Én már tudtam, hogy ő egy szarvédő már az előző szezonban, de hát az edző hülye volt, azt nem szedte ki soha. És gyönyörű szépen bekülsőztük a kapuba. 1-0. És ezzel egy újabb gólt szereztünk a bajnokságban. Ez volt a 8. Jó. Az nagyon nagy labda. A lövés. Éppen hogy fölé ment Anita. Nem baj, szép volt, szép volt. Na ez szép volt. Végre föl tudott építeni a Southampton is egy támadást két szezon alatt. Ezt most nagyon szépen csinálták, csak hát Reed az nem egy ilyen igazi befejező csatár féleség. De hát ez ilyen. És engem is lecseréltek. Ayoze Perez érkezett a helyemre. Lőttünk egy gólt a volt csapatunknak. Teljes mértékben elégedett vagyok a teljesítményünkkel megint. Na gyerekek, behúztuk ezt a mérkőzést a Southampton ellen 1-0-ra. Ugye az én gólommal. Most viszont egy sokkal keményebb és sokkal fontosabb meccs következik. Ugyanis a harmadik helyen álló Manchester City csapatát fogadjuk. Én ellenük általában egész jól szoktam tudni teljesíteni. Remélhetőleg ez most is így lesz majd. És itt is vagyunk a St. James's Parkban. Nagyon kemény mérkőzésnek nézünk elébe. De óriási formában vagyunk. Tehát nem lenne az se nagy meglepetés, hogyha esetleg meg tudnánk nyerni a mérkőzést. Ez egy nagyon nagy labda, ez nagyon nagy labda. Menni kell vele. És lőni kell, és a kapuba kell lőni. Úgy van. Óriási játék, és hogy újabb óriási gól. Gyönyörű szépen le is rúgjuk a szögletzászlót. Ez volt a 9. gólunk a bajnokságban. Hát megindulunk, aztán befejezzük. Mostanában ez így megy. Nem tudom, hogy a Southamptonnál ezt miért nem tudtuk így csinálni, de hát most ez a Newcastle, sokkal másabb csapat, sokkal jobb támadó focit tudunk játszani, és még óriási formában is vagyunk, és igen, ez volt a 9. bajnoki találatunk. Cavani, Dimitri Payet, Sterling, nagy védés Krull. Gyönyörű támadás után egy óriási védés a kapusunktól. Ez a City, ez összevásárolt mindenkit, esküszöm. Dimitri Payet, aztán Modric, meg mindenki.
Jézusom! Oké, 76 percet kaptunk a pályán most. Kicsit spóroltam az energiával. Viszont még 15 vagy 16 percet ki kell bekkelnünk. Nem lesz könnyű dolgunk, remélhetőleg sikerülni fog. Na gyerekek, jelenleg az első helyen állunk. Egy ponttal vezettünk a Manchester United csapata előtt, viszont a következő mérkőzésünk az Everton ellen lesz, akik ugye a harmadik helyen állnak, és idegenben fogunk ellenük játszani. Nem lesz könnyű dolgunk, viszont ez már csak a következő részben fog kiderülni, hogy sikerül-e nyerni. És igen, ahogy láthatjátok, nem Krull kezd a védele a kapuban, hanem Darlow, vagy nem tudom. Ugyanis sajnos Tim Krull megsérült a válogatottban 6 hétre. Nem túl jó hír, de remélhetőleg túl fogjuk élni ezt a kis hiányzását. Viszont ez tényleg már csak a következő részben derül ki. Ennyi lett volna a mai videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a további videókért. Én Bazsi voltam, köszönöm a figyelmet, szevasztok!